Köszöntök mindenkit a fehérvári beszélgetésekben. Lehet olvasni a cikkekben, interneten, újságokban, tényleg szinte mindenhol, hogy a magyar embereknek a fogazata állítólag, mondom, a cikkek szerint lehangoló és nagyon-nagyon rossz. És tényleg a statisztikákban akár a fogak állapotát nézzük, akár pedig ugye a szájüregi daganatokat elég előkelő helyet foglalunk el. Úgyhogy gondoltam, az egyik fehérvári beszélgetéseknek a műsor idejét arra lenne érdemes szánni, hogy megbeszéljük azt, hogy valóban így van, és hogyha így van, akkor mi okozhatja, és hogy lehet mondjuk ezt megelőzni, illetve milyen kezelési módok, módszerek vannak erre. Vendégem a stúdióban dr. Mód Ákos fogorvos. Köszöntöm a doktor urat itt a Fehérvár televízióban. Én is köszöntök mindenkit szeretettel. Érdekes ez a téma nagyon, mert ugye ezt lehet olvasni az interneten, és pont ezért gondoltam, hogy egy szakemberre, aki tényleg már ugye 40 éve, vagy több mint 40 éve benne van, érdemes erről beszélni, hogy valóban nagyon rossz a magyar emberek foga, vagy ezért ennyire nem rossz a helyzet? Lényegesen javult a helyzet, uh-huh. De ezzel együtt a kérdésre válaszolni kell, azt kell mondjam, hogy rossz. Tehát még mindig nem jó, és főleg az, hogy nagyon nagy a szórás. Uh-huh. Tehát a technika haladásával, fejlődésével azt kell látnunk, hogy bizonyos emberek, embercsoportok ragaszkodnak a legolcsóbb, legegyszerűbb megoldáshoz, uh-huh. Mások viszont a maximálishoz. Tehát nincs egy középréteg ebben. Igen, a középréteg az, amelyik egy kicsit talán most már fölzárkózó félben van, azt gondolom. A technika adta maximalitásokat próbálják emberek, akik ezt képesek megfizetni. Persze. Tehát miután már nem állami ellátásban, csak bizonyos dolgok vannak, úgy mint az alapellátás, fájdalom megszüntetés, tehát a sürgősségi dolgok, illetve töméseknek a fog megtartó kezelések közül, azok tartoznak állami szférába, gyakorlatilag a többit meg lehet venni. És nagyon sok ember meg tudja tenni azt, hogy megveszi. És ez a réteg az, aki, ha most átlagot nézünk, ugye statisztikai átlagot, ez húzza fölfele. Uh-huh. Ezzel együtt a fogorvoshoz fordulás leggyakoribb oka a mai napig az, amit én 1977-től 80-ig csináltam, a Pécsi Tudományi Egyetem, Fogorvostudományi Kar, illetve az Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Szervezéstani Intézete és Fogorvosi Intézete közös felméréséként mintegy 4000 főt szűrtünk le, és azokból jöttek ki azok az érdekes adatok, amikhöz képest már azért nyilván van javulás, igen. De még mindig nem olyan kiemelkedő, nem egy szignifikáns javulás. Igen. Az orvoshoz fordulás leggyakoribb oka véleményem szerint mai napig a fájdalom. Ha már fáj, igen. Igen, tehát nem igazándiból elég ritka az, hogy ma az emberek azért mennek el, hogy kérem, akkor nézzék át a fogunkat, és ami van, esetleg tömnivaló, vagy egyéb. Van olyan egyébként? Van. Biztos van olyan, de van. Nem sok. Nem? De most, hogy ez hogy alakul ki, ez is érdekes, mert én a magánszférában dolgozom most már, de szakfelügyelő főorvosként láttam elég sok rendelőt, állami rendelőket, magánrendelőket, és azt kell mondanom, hogy egy kicsit a praxisnak a kialakítása, főleg a magánrendelőben, azért nagyon sokban függ a szájhagyománytól. Tehát a legjobb multilevel marketing az, amikor egyik a másiknak ajánlja, ez egyértelmű. Igen, igen. Na most, ha kialakul egy olyan réteg, tehát valaki sikerült tisztességgel ellátni, mert megteszünk érte mindent, az lehet, hogy már hoz olyat, akinek most nincs még panasza, de már vannak rossz fogai, és azt így szép lassan, folyamatosan ki lehet építeni. Ezek sok éves munkák, mire az ember ide eljut. Nagyon fontosak, hogy rendszeresen visszajárjanak kezelésre, mert azon nagyon sok mindent meg lehet látni. Ugye a mai digitális technika már nagyon sokat könnyít, ugye a panorámaröntgen, például a klasszikus alap. Ma már ez szinte kötelező érvényű. Az egész fogat konkrétan. Tehát az igen, az alsó-felső fogazatot, állkapcsot, igen, állkapocs ízület, arcüreg alsó fala, és sok minden egyebet lehet. Na most, ha ez elkészült, és gyanú van valamire, vagy panasz, akkor még mindig létképes javában az egy-egy fogról, vagy kisebb fogcsoportról készült röntgenfelvétel, ami viszont részletgazdagabb, de nem olyan áttekintő, mint a panoráma. Igen, igen. Tehát én azt mondom, hogy ilyen esetekben három dolgot kell. Egy panoráma, legelsősorban lássam a beteget. Mondja elő a panaszát. Igen.
Ha elmondta a panaszát, akkor tudom már, hogy mire kell fókuszálni. Kell egy közeli kis rönge mindenképpen az adott területről, és célszerű egy nagyobb panorámát, hogy esetleg máshol, vagy ezt környezetében hol helyezkedik el. Uh-huh. Tehát technika megvan hozzá? Igen, mert most én készítek egy hatossal, és van rajt valami kis valami, és akkor kiderül a nagy röntgenen, hogy hoppá, hát az az arcüregnek a határán van. Egészen más a kezelés is nyilván. Persze, persze. Ugye mindig hallottuk gyerekkorunkban, meg ugye felnőttkor is lehet hallani, biztos azért van nem nyi rossz fogad, mert nem mostál rendesen fogad, nem mostál annyi percig, nem úgy mostad. Mennyire van köze a fogmosáshoz, ami nyilván kell egyértelmű, a rossz fogakhoz? Van. Uh-huh. Van, ezzel együtt volt egy nagyon jó francia mondás, most hirtelnyében nem jut eszembe a... illető fogorvosnak a neve, aki mondta jó 100 éve, hogy a fogszúvasodás legfőbb öröklődési faktora a családi szakácskönyv öröklődése. Tehát ez igen, valójában igaz, igen. Meg de ugyanígy a fogápolás és a személyi higiénés dolgok általában ezek nagyon szorosan összefüggenek. Tehát sok cukor akkor? Tehát hát ma már az sem feltétlenül igaz, inkább a rendszertelen fogmosás nem időn belül mosnak, mindennek megvan a maga lebomlási ideje. Tehát ha egy étkezés után mi fél órával mosunk fogat, annak sokkal kevesebb az értelme, mint ha 10 percen belül. Uh-huh. Tehát legalább után kell az, hogy kiöblíteni, így van, és legalább naponta kétszer. A termékek ma már szinte mindegy, az egyikre, a másik termékre esküszik. Persze. Én azt gondolom, hogy ma a piacra nem lehet rosszat bevinni. Van nyilván jobb, meg még jobb. Hát nagy a verseny, persze. Nagy a verseny, de rosszat már nem lehet. Én azt gondolom, hogy a legfőbb faktor akkor is abban van, hogy tisztességgel rendesen meg kell mosni a szájat. Akkor kaptam egy jó tanácsot is akkor itt a műsorban, tehát akkor minden étkezés után mosni lehetőleg. De legalább jó alaposan kiöblíteni, az, hogy ételmaradék pangás ne legyen. Ma már elterjedt nagyon jól a fogsejemnek a használata. Én speciál jobban szeretem a fogköztisztító kefét használni. Egészen picikék zsebbe elfér, bárhol meg tudja tenni az ember. Egy étterembe elmegy a mosdóba is. Meg tudja, hogyha éppen szükséges. Mindenképpen az, de főleg a bővízzel való öblögetés is megteszi, hogyha éppen nincs lehetőség másra. De ez nagyon kevés embernél szokás, vagy legalábbis azt lehetem most körülnézek így az ismerősi körömbe értelen. Én hát nem tudom, hogy most tudnék értelen embert mondani, aki ezt mondjuk megcsinálja, mondjuk egy-két embertől eltekintve étkezés után, csak van ugye a reggeli, meg van az esti fogmosás közötte, én nem nagyon láttam ezeket. Hát elég ritka, igen. Elég ritka. Elég ritka, de az életmód is sajnos már olyan, hogy nincs is rá mindig lehetőség. Tehát mit tudom én, munkaidőben az embernek van fél óra ebédidője, kirohan, hát megkapja az ennivalót, és visszarohan, és dolgozik. Igen. Tehát ezek kétségtelenül, hogy jót nem tesznek. A másik dolog, amivel sokkal kevesebbet foglalkoznak, nem veszik annyira komolyan, az a fogágybetegségek. A vérző íny az egyik első ennek? Igen, de alapvetően például az is például a helytelen fogápolási technika nagyon sokat ront rajta. Nyilván, hogy a fogkő azért nem csak ebből képződik, de nagyon sokat lehet ellene tenni, meg az állandó gyulladás ellen. Ezekre egyébként mai napig én azt mondom, hogy a legbiztosabb módszer az, hogy fél évente az ember elmegy, megnézeti, és a fogköveket leszedeti. Nagyon sok helyen láttam azt rendelőben már, hogy csak a felszín, tehát azt a fogkövet szedik le, ami látszik, és nem az a legártalmasabb, ami az ínszél alatt lent van. Ami megbújt. Ami elbújt, igen. Abba tudna a legnagyobb baktériumtömeg kitenyészni, és olyan baktériumok tenyésznek ki, amik később legalább olyan súlyos betegségeket tudnak rontani, vagy akár létrehozni, mint maga a fog. Ugye, mint góc, a fogászat az mindig egy ilyen reflektorfényben áll. Igen, igen, igen. És tényleg valóban hajlamos arra, hogy a fognak az érellátása a koponyának, meg az egyébnek, amiből tud szóródni a szervezetbe baktérium. Azt azért tudja mindenki, hogy a legfertőzöttebb területe az embernek az a száj. Érdekes. És onnan tud a legtöbb. Na most azért mondom például a fogingyulladás. Hála a jó Istennek most már elég sokszor fordult elő, hogy műtét előtt anesteziológus orvos kifejezetten a szanálás mellé, tehát hogy ne legyen rossz fog, az ugye általában inkább az operatőr, az anesteziológusok szoktak nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy fogkövet leszedni és megszüntetni.
Ugyanis altatáskor a tubus, amikor bekerül a szervezetbe, azt leviszik a tüdőbe. Ő most innen direktbe a szájba, a tüdőbe letolja azt a rengeteg baktériumot. Az annyira nem jó. Az nagyon nem jó. És abból vannak is szövődmények. Érdekes. Tehát erre kevesebb hangsúlyt fektetne mindenki. És az, hogy hát vérzik az inyem egy kicsit, jó van, ott van csúnya az a fokkő, akkor lepattogtatom valahogy a tetejét, és nem az a legfontosabb. Nyilván az is az, tehát nem arról van szó, hogy nem. Én számtalan helyen azt láttam, mondom rendelőbe is, hogy felszínesen, amit lát a beteg, azt szedik le. Hallottam olyat is, ugye néztem adás előtt különböző felméréseket, ugye rossz a foga, és ugye arra hozta ki rengeteg cikk, hogy azért, mert ugye a magyar embereknek nincs arra pénz, hogy rendesen karban tartsák, vagy karban tartassák a fogukat, ez mennyire pénzfüggő? Az alapszinten még egyszer el kell mondani mindenkinek, hogy az alapszinten, tehát az, hogy a fogakat betömetni, az, hogy a fogkövet leszedetni, az, hogy a szájhigiénét megtartani, ez nem pénzkérdése. A magyar állam biztosítja folyamatosan azt, hogy a fogmegtartó kezelések menjenek. Tehát nem feltétlenül szoros az összefüggés, ez én azt gondolom, hogy inkább egyéniség. Nem akarom azt mondani, hogy igényesség, vagy igénytelenség kérdése. Igen, meg a fontossági sorrendek. Nincs rá időm, ugye én szokott, hogy nincs rá időm például. Ez, amire az ember nem akarja, arra nincs is. Így van. Akkor az ember egyébként milyen nagy kincs az embernek a foga, a fogazata, amikor tényleg alakerül már sor, hogy pótolni kell, implantálni kell az egészet, kivehetős fog kell. Na az igen, az már pénzkérdése. Igen, az már pénzkérdése. És akkor jön az ember, ugye, hogy ezt megelőzhettem, hogy ki kelljen adni, a másik rengeteg kényelmetlenségtől meg tudtam volna magam óvni. Fájdalomtól, mert nyilván azért kellett kihúzni, mert nem volt jó. Igen. Aztán azért a pótlás maga, az implantátum behelyezés ugyan valóban fájdalmatlan, ezt tanúsíthatom. És utána sincsen, tehát egy jól implantált szájban nem szoktak szövődmények lenni. Drága, tehát azért az zsebbe kell nyúlni, kőkeményen. Igen, tehát azért azt nem mindenki tudja ma még megfizetni. Hát nem, persze. És ezzel szemben sokkal jobban járna, ha el tudna járni rendesen. Ugye vannak az egészségbiztosító pénztárral kötött szerződések, igen, a fogorvosoknak, amin az adott területen biztosítják azt, hogy a fogak megtartása meglegyen. És akkor messze nem lenne ilyen rossz, hogyha. De amint ugye kezdtük a beszélgetést azzal, hogy általában a többsége az embereknek még mindig azért megy el, mert fáj. Igen. És nem ugye preventív jelleg, hogy nem. Ne fájjon, azért megyek el. Van. És pedig mondom, és a mai technikára visszatérve még számtalan olyan dolgot tudunk diagnosztizálni, például egy panorámaröntgenen, amire a betegnek fogalma sincs. De már ott van nekünk esetleg? Nekünk sincs. Például ciszták, néma ciszták. Vannak ott. Lehetnek ott. Nagyon sok olyan egyéb betegségnek, általános betegségnek vannak szájüregi tünetei. Ami nem feltétlenül jár fájdalommal, fogfájással, de nagyon sok mindent lehet belőle látni. Hallottam már olyat, sőt jó pár ismerősöm mesélte, hogy volt neki különböző gondja vagy a problém, fájt az, gyulladások a szervezetében, és kiderült, hogy a fogon lévő mondjuk ciszta okozta ezt a dolgot. Ez a góc kérdés, amit mondtam már az előbb, tehát onnan nagyon jó tud szóródni mindenfele egy baktérium tömeg. A fogkövekből, fogakból olyan a vérellátás, hogy nagyon könnyen be tud kerülni, például a szájfenék alól. Közismert, hogy számtalan olyan tabletta van, amit nyelv alatt kell elszopogatni. Igen. Mert onnan szívódik föl gyorsan. De most ugyanígy tudnak onnan is álcsontba, innen-onnan olyan vérellátás van, ami miatt be tud kerülni az általános keringési rendszerbe, és szóródik. A másik kérdés, ami eszembe jutott még, ugye nyilván ugye mindenkinek nagyon fontos a gyereke, nekem is van kettő gyerekem, ugye, hogy már egy másfajta generáció nőjön fel, aki tudatosabb, mint mondjuk akár az én generáció, vagy az előttünk lévő generáció, akkor nyilván ugye a példamutatás a legfontosabb, hogy anya meg apa mossa a fogát, kiöblíti, jár fogorvoshoz, másként a gyerekek sem lesznek ugye tudatosabbak ezáltal. Tehát ez fontos a példamutatás. Igen, és az, hogy időbe elkezdeni. Nálunk például a rendelőbe azért annyit hadd tegyek hozzá, mert 34 éve ugyanazzal az asszisztensnővel dolgozom. 34 éve megvan. És hát az így igen. Van, azóta az is együtt küzdünk, és szoktunk olyat csinálni, illetve hát elsősorban ő, hogy például ő dentálhigiénikus. Igen. Tehát az szakasszisztens és klinikai dentálhigiénikus, és a gyerekeket behívja a szülővel együtt. De jó. Tehát amikor a szülő megy fogkőleszedésre,
akkor jön a gyerek is vele, látja, hogy a szülő nem szenved, beülhet, játszhat, tükröt foghat a kezébe. Ez de az is milyen ritka egyébként. Nálunk ez már elég gyakori. Nagyon ritka. Liftezhet a székkel, az van az a levegő, vízpuszter, az nagyon szokott tetszeni nekik, persze lehet lődözni vele, tudom én aztán. És lassan, fokozatosan megszokják azt a légkört. Uh-huh. Így van, nem kell félni a doktorbácsitól, nem, jót mert, akar. Meg nem feltétlenül történik vele rossz, tehát az a legrosszabb. A másik, én nagyon sokszor volt annak idején, hogy hát itt kifejezetten gyerekfogászatot nem csinálunk, de nyilván, ha sürgősről van szó, azért megoldjuk, hogy igazándiból a gyerek akarata ellenére nem szabad. Uh-huh. Tehát amikor azt látom, hogy mert nyilván, ha vérzik, vagy be van tagadva, akkor nincs mese. Persze. De egyébként, ha a gyerek nem akarja, akkor még a székbe se ültetjük be, akkor csak beszélgetünk. Aztán, hogyha be akar ülni, beül, akarja, megmutatja a fogát. Nem, akkor melegkozelem. És akkor, igen, és akkor így van, és akkor erre rá kell szánni azt az időt, hogy a gyerek egy kicsit hozzászokjon, hogy történik olyan is, hogy nem fáj. Persze, de ez türelem kell, ugye nyilván, hogy orvosok arra tették fel az életüket, hogy segítsenek, de hát ők is emberek, nem mindig van erre türelme lehet, vagy nem olyan beállított, csak az kell egy nagyon nagy türelem, meg olyan elköteleződés, ami ugye megvan itt. Jelen. Igen, és a kolléganőm is, hál' Istennek, ő 34 éve, a gyerekekkel mondom, ilyen szinten inkább ő szokott foglalkozni, én is, ha ott vagyok, bemegyek, esetleg játszunk valamit, vagy mit tudom én, csak a gyerek szívesebben jön. Van olyan eset, mondjuk valaki azt gondolja, hogy én menthetetlen vagyok, nagyon rosszak a fogaim, örökség, stb. Ezt nem lehet megoldani. Mindenre van akkor megoldás, hogyha, vagy hát nagyjából megoldás minden. Van, csak alapvetően ez egy nagyon fontos kérdés, a megoldás. Az ott kezdődik, hogy amikor az ember először kapcsolatba kerül egy pacienssel, mi a paciens első benyomása. Nekünk azt kell tudomásul venni. És itt van nagyon-nagyon komoly értelme az orvosi eskünek, amit mi arra tettünk le, hogy a betegekért, fajtól, nemtől, kortól, egyébtől függetlenül a betegér vagyunk. Ha mi őt megértjük, mindenkinek a saját betegsége a legfontosabb, ez természetes. Persze. És ha mi ezt elfogadjuk, és olyan kontaktust tudunk kialakítani, akkor az együttműködés sokkal könnyebb. Ez mindig több oldalú játék egy ilyen fogászat. Igen. A beteg, orvos, nyilván ők a főszereplők, de ugyanígy az asszisztencia, adott esetben a fogtechnikusok, nálam nagyon gyakran ott vannak, amikor fogpótlások készülnek, majdnem mindig közösen nézünk meg dolgokat, nyilván nem a rutin eseteket, hanem azt, ami érdekes, vagy persze. Együtt próbáljuk le a fogakat, mindig ott vannak velünk, és ki tud alakulni egy kicsit. Én nálam például a családias hangulat az, ami nagyon jellemző. Igen, azt beszéltük, ott nevetgélés van. Igen, általában szokott, és sokszor nem értették kint, hogy mind nevetünk. Az embernek eszébe jut valami hülye poén vagy szöveg, amit ott bedob, igen. És egy kicsit oldja hogy a hangulatot. Hogy ne, ez oldja a feszültséget, ez nagyon fontos. Igen, és gyakorlatilag beszélgetések kapcsán csak két-három mondat, tehát én sem szeretem azt, mert a rendelő nem locsogásra, meg társalgásra való. Persze. De két-három mondatból sok minden lejöhet, vagy ha éppen most van olyan betegünk, akinek éppen valaki meghalt, és akkor hagyunk neki egy 5 percet, hogy ő elmondja. Persze. És meghallgatják az embert, ez nagyon fontos. Igen, igen, és akkor egy kicsit ő is érzi azt, hogy tényleg empátia van köztünk, vagy hogy az ember figyel rá, megpróbál együtt érezni vele, onnantól kezdve ő is jobban oldódik. Uh-huh. És ebben nagyon-nagyon fontos az, hogy az a bizalmi viszony meglegyen. Ha nincs meg, és sajnos megint elég rossz irányba megy a izé, hogy ő sok pénzt fizetett, tehát neki joga van. Nincs. Persze. Nincs, teljesen mindegy. Az nem attól függ az, hogy ő most keveset vagy sokat fizetett. Nyilván azt azért illik észrevenni, ugye, amit mondtam, nekem a mániám, hogy egészségügyi dolgozóknak, egyebeknek kedvezményeket adok. Az egyfajta hozzáállás inkább. Persze. De nem szerettem soha azt, amikor, hát ilyen történet volt 20 éve, telefon este ilyen 11:30-kor. Legjobb időpontban, igen. Igen, hétvégén. Jó hangulatú, bulizó fiatalember, hogy ő most megcsináltatná a fogát, mert most elég bátornak érzi magát. Tényleg volt ilyen telefon? Volt. Aha. És ő a dupláját is kifizeti ezért, ha kell. És én mondtam, hogy nem. Rendelési időben, hát és nem telt el egy hét,
Este 10:30-kor telefon. Megint? Lakásomon. Hát én még elő régebben, akkor még Fehérváron laktam. És hát, hogy ő 3 műszakban dolgozik, és délután 6 óra fele elkezdett fájni a foga, 10 óráig dolgozott, és most sajog. Mondtam, hogy jó, jöjjön oda a rendelőhöz, találkozunk ott 1/2 óra múlva. Az gyönyörű. Az igen. És akkor meg lett oldva a problémája. Meg. Sőt, egy fillért se fizetett. Ritka az ilyen. Nagyon nem, nagyon azt ritka. Mondtam, hogy ez az ember, aki dolgozik 3 műszakban a családjáért, és a munkahelyén akkor megfájdul a foga, ne szenvedjen már, mert hazamegy 10 óra, hazamegy 11 óra, nem alszik éjszaka másnap dolgozni. Nem, az jöjjön be és csináljuk meg. Hihetetlen. Mik azok a ételek, egyéb tényleg olyan tényezők, amikor beszélünk, de amik nagyon roncsolják a fogat? Ugye cukor, azt így hát tudjuk. Ez igen, cigaretta, savanyúságok. Savanyúságok is? Hát a savas ételek igen. Általában. Na most erre megint csak azt tudom mondani, hogy igazándiból nagyon nagy hangsúlyt fektetnek erre, és minden bizonnyal táplálkozás egészségtani szempontok is jönnek, ami alapján ezt osztályozzák, vagy besorolják, hogy melyik. Én azt gondolom, hogy nem, nincsenek akkora nagy jelentősége. Ez az én tapasztalatom csak. Most lehet, hogy a szakma meg fog köpködni ezért. Hát 40 év alatt azért csak lehet látni azért a dolgokat, látunk nagyon sok persze. Beteget ahhoz, hogy persze. Én azt mondjam, hogy nem ezek a legfontosabb tényezők. Van befolyásuk nyilván. És mi a legfontosabb? Legfontosabb? Amit mondtam, a higiéne, fogmosás, a fogmosás, a rendszeres kezelésre járás, a fogkő lesz, a töméseket addig kell megcsinálni, tehát a másodlagos prevenció tulajdonképpen. Teljesen megelőzni, primer prevenció az csak egy álom. Van, létezik papíron. Akinek épp foga van és eljár, mindig annak mindig meg tudjuk előzni, mert nem kell csinálni. Nem kell csinálni, igen, igen, igen. De tulajdonképpen persze. A szekunder prevenció, amikor valaki eljár és addig csináltatja meg, amíg az aluk kicsi, nem akkor, amikor már odvas, amikor gyökérkezelni kell, ki kell húzni. Igen. Ugye hát erről is azért már aztán a harmadlagos, illetve hát itt már prevencióról nem is beszélhetünk, csak állapotromlás megelőzéséről talán. Igen. Hogy húzni az időt. Ugye az eljárási technikák is változtak nagyon sokat, mert ugye régen automatikusan fogat húztak, ha lukas volt, aztán jött, hogy tömések, aztán jöttek a gyökérkezelések, először csak a kirakatban, ma már elvárás az, hogy majdnem minden rágó fogat. Igen, hát úgyse látszik, igen, igen, pont beszéltük szintén műsorfelvéd előtt, hogy az régebben ezek a fogmegtartó kezelések nem voltak annyira divatban, fájt, kiúzták. Ja. Jó, nem mindenki, de nagy részben nagy azért ez így volt. Működött. És igazándiból ma már olyan technikák állnak rendelkezésünkre, ugye hát most utalok itt arra, én magam is csinálom, sőt, oktattam nagyon sokáig a fogmegtartó, a gépi gyökérkezeléseket. Amikor ezt ugye mi elkezdtük, akkor ez volt 98-ban, tehát jó 20 éve gépi gyökértágítás, flexibilis titán fúrók vannak benne, ami lassú fordulatú, nagy nyomatékú géppel, ha belemegy a csatornába, akkor végigviszi. Egy kicsit olyan, mint durva hasonlat, nem, de csőgörény. Csőgörény, tehát, és pont ezt igen, akartam tehát mondani. Kifele igen, húzza a motyákat, azt folyamatosan mossuk minden délután. Elképzelem most azt, hogy ott ülök a fogorvosi székbe, és éppen ez van egyébként. Jó, nyilván injekcióval, de hát akkor is, hogy elképzeli az ember. Hát igazándiból, ja. És ezek nagyon-nagyon sok mindent. Én nem azt mondom, hogy mindig minden esetet meg lehet oldani, nem lehet tévedés. Ez egy illúzió, hogy mindent meg tudunk oldani, nem, de sokkal többet, mint régen. Persze. Nagyon sok mindent meg tudunk oldani. De vannak eleve olyan szituációk, amikor nem lehet mást, akkor tényleg az ember a fogeltávolítást választja. Így van. Tehát a lényeg az, ugye, amit mondtuk a műsor elején, és ezt mondjuk a műsor végén is, hogy menjünk-e fogorvoshoz, fél évente ellenőriztessük a fogunkat, és akkor tényleg nem lesz nagyon probléma. Sokkal jobb lesz az állapot, és igényt alakítsunk ki magunkban. Ez fontos, igen. De a másik meg az igény mellett, tehát ami visszatartja az embereket, az még a félelem. Igen. Ezt próbálják mismásolni, hogy nincs időm, megizés, nem akkor megy el, félnek a fogorvos. Én érdekes, nem, én félek vérvételtől, félek sok mindentől. Fogorvos, életemben nem féltem. Bármit csináltak soha. Érdekes. Lehet, hogy egyik kivétel vagyok. Nem, vannak már, vannak azért, de valóban még a többség fél. Igen, félnek a fogorvostól, igen. Doktor úr, köszönöm szépen, hogy elmondta ezeket, köszönöm. Nagyon nagy élmény volt. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk. Tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.